A lengyelek elleni barátságos mérkőzés az fantasztikus volt, jó stadionban játszottunk, sok néző is volt, szurkoltak is. Nem volt egyszerű lengyel mérkőzés, tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de a vezetőedzőnk, a szakmai stáb maximálisan felkészített minket a lengyelekről. A gólomra úgy emlékszem, hogy a Zsolt érdemet állt a szabadrugáshoz és beívelte a labdát. Én a röviden érkeztem és be tudtam csúsztatni a kapuba, azzal egyenlítettünk. A válogatottban annak ellenére beívtak, hogy a klubomban nem sokat játszottam még a lengyelek elleni mérkőzés előtt, és 2,5 hetet töltöttünk együtt, és úgy gondolom, hogy minden edzésen a legjobbamat akartam nyújtani, és az edző is bízott bennem, és a lengyelek ellen ugye végig játszottam, ott is a legjobbamat nyújtottam, gólt is sikerült szereznem, és szerintem ezt a lendületet vittem tovább a klubba is. Itt a Rossi mester azt mondta, hogy aki a kupameccsen jól játszik, az játszhat az NB1-be is. A kupameccsen sikerült 3 gólt lőnöm és adni 1 gólpasszt, úgyhogy az is jól sikerült. Örülök, hogy a videót ott góllal, gólpasszokkal tudom segíteni, és esetleg, ha úgy van, akkor talán jó játékkal is. Ugye mindenkinek az érdeke, hogy gólt rúgjak a csapatba. A haladás meccsen tudtam a forduló játékosa lenni. Nem éreztem úgy, hogy annyira jól ment volna a játék, sikerült egy szép gólt rúgnom, és sok nehéz párharcot vívtam a Polgár Kristoffal. Mást kérnek tőlem itt a válogatottban, a center pozícióban számítanak rám, nem a szélen, mint ugye a klubcsapatomban. Telkiben ugye vasárnap óta együtt készül az 24-es csapat az A válogatottal. Ez pozitív volt mindenkiről, ugye fiatal játékosok tudnak tanulni idősebb játékosoktól, több válogatottsággal rendelkező játékosokkal készülünk. Ugye a szövetségi kapitány tartja az edzéseket, mindenképpen új dolgokat és pozitív dolgokat hallunk tőle. A portugálok elleni mérkőzés nem lesz könnyű mérkőzés, amikor kinyátszottunk ellenük, akkor jó játékosok alkották őket, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, hogy felkészültünk a lengyelekből, akkor a portugálokból is fel fogunk tudni készülni. Az edző megtesz mindent, és mi is, hogy a legjobbunkat tudjuk nyújtani. És ha a legjobban fogunk játszani, és mindenki oda teszi magát, akkor úgy gondolom, jó eredményt érhetünk el, mint egyének, mint csapat szinten. Én egyének szeretném megmutatni magam, hogy jól játszom, és folytatni ezt a remek formát. Egy masszív védekezéssel jó eredményt elérhetünk a portugálok ellen. Ugye, hogyha nem kapunk gólt, ugye minden meccsen van minden csapatnak egy helyzete. Ha elmegyünk, az be kell rugni, és akkor pontot, talán pontokat is szerezhetünk.